Sziasztok! Ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adás több tekintetben is mérföldkőnek számít, ugyanis túl vagyunk Magyarország történelmének első miniszterelnök jelölti előválasztásán. Ez azonban eltörpül amellett, hogy a podcastünk mától videós formában jelentkezik. A mai adásban főként az előválasztásról lesz szó, megvitatjuk, hogy mennyi mozgástere van Márki Péternek, hogy csalódott egy úrcsájné, és hogy mi várhat ránk az elkövetkező hónapokban. Megszokott műsorvezetőtársam, Abkarovics Jocsa barátom. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Én pedig Orbán Gergő vagyok. Induljon a zene, és utána azonnal kezdünk. Nos, lezajlott az előválasztás második fordulója is, és tényleg én azt éreztem, hogy itt a baloldali pártok azok úgy ünnepelték magukat, mint hogy itt lett volna valami valós verseny, ahol esetleg ők kikaphatnak. Tehát itt mindenki éjjelzett. Be, meg, minden... hogy itt ennek ilyen valós tétje lett volna, az Tehát ők a... már gyakorlatilag nyertek. A tét is egy kérdés, csak az, hogy elindulsz egy olyan versenyen, ahol csak a barátaid indulnak el, és na vajon ki nyer? Na, és ezek közül még mindig az a, az a ugye az ellenzék. most várjál, most akkor ez ilyen baráti sörűből verseny, de csak játékok. <laughs> Jó, az egy kicsit más azt mondom, hogy tényleg számít az, hogy ki lesz a magánygyerek a itt annyira nem számított ez, és mégis ünneplik magukat, és egy csomó esetben azt látom, hogy elmondják, hogy hát még így is a legjobb oldali jelölt nyert, egy baloldali előválasztáson. Tehát ez valahol az egészen szürreális kategória, hogy csinálsz magadnak egy versenyt, amit nem nagyon sikerül megnyerni, még úgy sem, hogy nagy baloldali összefogás van, hiszen a legjobb oldali jelölt nyert, még ha én egyébként azt is gondolom, hogy ő speciál azért nem egy jobb oldali jelölt. Tehát ezt oszlassuk el ezt a félreértést nagyon gyorsan, hanem ő ugyanúgy be van Webbe, a gyurcsányféle klámba, ilyen szerveződésbe, akármiben, amiben egyért, egyelőre keresi a mozgásterét, de szerintem kevés van még neki. Na jó, de akkor szerinted miért fogalmazódik ez meg, hogy, hogy arról beszélnek ezek a pártok, hogy hát azért nem lesz így baloldali jelölt a versenyben, meg nem tudom, amikor a másik narratívájuk meg pont az, hogy hát ők mindenben megegyeztek, közös programot visznek, tehát e tekintetben is gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ugye ki lesz a, a nem tudom, az arc, mert hogy ugye ők együtt rakták össze a programot. Egyébként meg amúgy meg nem értem, hogy minek köszönhetjük Márki jobb jobboldaliságát, mert tehát az összes programpontban gyakorlatilag uh, megegyezik a DK-nak a de, de De, de, hát de, de Mondhatjuk, hogy, hogy szoktad mondani, hogy de jó! De jó! De hát jó. ez egy nagy véletlen, hogy, hogy ő is kitalált valamit. Összehozták azt, hogy, hogy régóta ismernünk és kéne egymást, együtt kéne mozognunk. Igen, mert, és tényleg nagyon becsülöm hogy Márkizaj Péter, mert én azt gondolom, hogy már sokszor viccültünk rajta, hogy tényleg egy alapvetően egy bátor ember. <coughs> Tehát, hogy, hogy, és azt mondja, hogy és érekek, én azt mondom, amit én gondolok, és hogyha az pont ugyanaz, mint Gyurcsány Ferenc. Engem nem érdekel, én azt is vállalom. Én, akkor is meg tudom élni. Igen, de hogy a, a mióta lezajlott az előválasztás, én így nézegettem vele ezeket, a, ezeket az interjúkat, amit a hazai média elő készíteni. készít. a régi interjúkat, vagy a nem, 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 a nem. mostani, szigorúan a mostaniakat, és, és a hazai média elő készíti ezeket vele, és már mindent tudunk gyakorlatilag, hogy tehát ő egy olyan jó ember, akit értjük, hogy eddig még nem volt benne a nagy nagypolitikában, és ugye most megcsinálta tegnap este vele a cnn és a, a saját interjúját, ahol elmondta, hogy hát. nem... Igen. Bocsáss meg csak eszembe jutott, hogy nem tudom, mondjuk ezeken a régi Quimby koncerteken volt, amikor a lányok kiabálták, hogy Tibi vegyél el, <laughs> nem tudom, hogy szerintem, eljön az a pillanat, amikor kiabálják, hogy Péter vigyél haza. nem tudom. Az, ez, ez nem történt, Tehát a baloldali sajtó az, az egy rajta van ezen az íven, hogy bár, és végre megvan a hősünk, aki minket kivezet ebből a sanyarú 300 nettós világból, és végre mi is kapunk jó tanácsadói állásokat majd egyszer. Na de a lényeg az, hogy ez az a, ez az a csávó, akiről tényleg el tudom kézni, hogy elmegy este így sétálni a feleségével, így kicsit ott hódmezővásra, ilyen körbenéznek, és most már elérte azt a szintet, hogy meglát térfigyelő kamerát, és megáll neki nyilatkozni. <laughs> Tehát, hogy annyira éri ezt, hogy mindenhol elmondhatja azt, hogy mit is gondol, és mindenki kíváncsi rá, hogy szerintem ezért is lesz vele még nagyon sok gondja egyébként ennek a baloldali összefogásnak. Hát igen, de egyébként érdekes egy karakter, mert ugye hallgattam most a kampányfőnökével is egy beszélgetést a Partizánon, és akkor elmondta, hogy Hát, hogy mennyire nem igaz, hogy, hogy ugye próbálják ezt a Trump karakterrel azonosítani Márkizaj Pétert, mert hogy ugye Trump az egy nagyon konosz ember volt, ugye? és Trump nagyon hazudott, és nem mondott igazat, ellenben Márkizaj Péter, ugye, a mi messiásunk, aki ugye minden rossz lepereg róla. És akkor hát Gulyás Marci egy kicsit szembesítette a, az urat, hogy azért ez a kilép vissza, hogy lép vissza, ő majd a végén elrántja a kormányt, ha kell, hogy itt azért nem egészen játszott tisztalapokkal, és akkor, és akkor nagyon vicces volt, mert Mondja, a, a, hát, hogy itt elkezdte vitatni, tudod, így ezért kicsit mentott ez a bazsaiás, meg nem tudom, hogy... <laughs> jaj hát nem úgy, meg hát... Aki emlékszik hét nem volt, emlékszik, a... Már, a... A... emlékszik és, a... Már, a... és akkor mondja a Gulyás Marcia, hogy, hogy ő, ő beszélt egy budapesti polgármesterrel aki mondta, hogy azért neki négy szem közt is ö, ö, megígérte, hogy ő vissza fog lépni, és akkor hát nem így történt, és hogy benne ez, ez azért személyesen is okozott egy ilyen törést, így Márkizai Péterre szembe mire a Márkizának a el, mit kérdezett? Mert hogy mondjam, azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban, hogy sok minden kérdés felmerül, tudod, ilyen morális kérdés, minden. Azt mondja, ki volt az? Kereszt, kereszt a baszont a leszámol, Igen. eddig bírta. Azt mondja, bocs Marci, eddig viccelődtünk, de jó hangulatú volt a beszélgetés, de most, most neveket akarok hallani. De tényleg ez a ki volt az. Tehát de én... hát elkezdte fölépíteni, hát egyértelműen elkezdte fölépíteni, szerintem, mert van neki egy kis saját csendőrsége, meg egy kis rendőrség, hiszen elkezdte megalkotni, tegnapi hírez is, elkezdte megalkotni az kormányát. Tehát ahol elkezdte kijelölgetni, de várjál, ez volt nekem a csúcs, azt mondta, hogy elgondolkoznak azon, hogy alakítsanak árnyék kormány. És így öreg, miniszterelnök akarsz lenni. Itt nincs idő ilyenek, hogy lamentálgatsz otthon, hogy mm, egy árnyék kormány, aminek se felelőssége, se jogkörei, se semmi, azon múlik, hogy én kimerem -e mondani, hogy én árnyék akarok, ezt vállalom, vagy nem, gondolkodjunk el rajta. Megfontoltad. Igen, és a másik nagyon jó volt, hogy így éreztem egy ilyen némi kis feszülést Gulyás Marcinak így a fejében is, hogy ugye ő a, alapvetően arra, ö, nem tudom, tette föl most itt az elmúlt pár évét, hogy itt a, a gonosz Orbán kormányt ö, megbuktassa és hát én azt gondolom, hogy ha megnéztük a, a miniszterelnök jelölti interjúkat, akkor azért lehetett látni a kérdések keménységéből, hogy azért ő neki talán az ő voksa azért Karácsony G, Karácsony G irányába ment. Ő megpróbált a médián keresztül terelgetni ezt a versenyt. Igen, ahogy... mert azt mondja hogy végül is, hogy állítólag van ilyen, hogy tudatipar, meg vélemény formálás, hát akkor azt mondja Marci bátyám, én meg is jöttem, és akkor ezt szépen akkor most mondjuk el, hogy gyakorlatilag ez a karácsony G, tehát tényleg, amikor gyakorlatilag így vérpadra űzte Fekete györt a, a, Partizán stúdiójába, addig karácsony G-től megkérdezte gyakorlatilag, hogy jól vagytok, Juh, család, családra. Feleséged eddig mindig ugyanott. Micsoda ja, ja, interjú. Arankat. és a tényleg, jaj, nagyon oda pörkel, de tudod, és akkor hát, hogy azért Gergő kicsit illene korábban fölkelni, ott összebazsajogtak, és akkor nem tudom. Még tom? mindig azzal a régi autóval jársz? Na, ez igen. Igen, tudod, még mindig azzal, hát még mindig nem, de, de mindegy. <laughs> és, akkor, és akkor tényleg így érződött Gulyás Marci, hogy hát most próbálja letapintani, hogy itt vajon azért az ő Orbán váltás vagy nem tudom így, így, milyen irányba lóg most azon a kredencen, és, és, akkor így elkezdte kérdezgetni, de tényleg ilyen, ilyen nagyon fura volt, mert vagy öt kérdés föltett ugyanabba az irányba a kampányfőnöknek, így az interjú vége fele, aminek az volt a lényege, hogy, hogy ő mennyire működik szűrőként Márkizaj Péter nyilatkozatai során, tehát mennyire ö, van neki ebbe beleszólása, vagy azért van saját autonómiája Márkizaj Péternek. És így annyira fura volt, mert így, hát így a, 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 Pali jött azzal a panellal, hogy természetesen ugye egy miniszterelnöknek készül, teljesen autonóm személyiség, de azért ö, a gondolkodásra hajló fejét szívesen hajlítja jó irányba, ugye, és hát meghallgatja az okos tanácsadóit, az én hangomat, tehát és akkor mentek ezek a ezek, és Gulyás Marcitek vagy ötszömek, de igen, de most így biztos, Tud, így be akartam biztosítani, hogy most akkor itt a kampány hajrájában vagyunk, vagy így fog ilyen hülyeséget mondani, hogy veri a gyerekeit, meg nem tudom micsoda, mert tud, hogy ezt, ezt húzza elő, vagy így nem. És itt egy így nagyon vicces volt, hogy egy szegény Marcos mondja, hogy így nyomjuk ezt a partizánt már itt így tényleg így évek óta, most ne, hogy, már ez, ez Le, hogy ez így, fura, így csúszunk el a végén. Fura, fura fószer, igen, igen, igen. igen. És azt megnézed, hogy egyébként hogy tényleg elkezdett egyfajta építkezést, mert a sajtóban megüzente, ugye a másik hat pártnak, hogy a hetedik frakció az újvilág néppárt, jó mondom, újvilág néppárt igen, igen. lenne, és hogy akkor így képzeli el, és akkor jött az első ilyen kis koki, vagy barack, vagy hogy mondják ezt, hogy srácok, ezt ne a sajton keresztül, jó? Tehát térjünk vissza. Pár azt mondják, ja, hogy... Térjünk vissza a füstös kis hátsó szobáinkba, és beszéljünk meg, hogy nem kell az a hetedik frakció, de megvagytok ti anélkül is. Na most egyébként itt egy, egy nagyon érdekes ilyen, ilyen, ilyen demokrácia, deficit csavarra lettem figyelmes. Új. És milyen jó, hogy már vannak kamerák, hogy ezt mindenki láthatja közben az arcodat. Na most értem, hogy nekik ilyen, amikor valamire felfigyel. Igen, így. Igen, mint egy szurikát. Többször szokták mondani, mint egy igen, igen, Igen. És akkor, te, már megemlíted, akkor szeretném mondani, hogy ez a Gerinek a kulcsja. Igen. Szóval amúgy a saját pulcsimban sokkal vékonyabb vagyok, ez I nagyon igen, igen, ez egy kisköltségvetésű hűsor, <laughs> itt tudtok támogatni minket. Na, de bocsáss meg, mert a végén elfelejtem ezt a nagyon nagy elméleteben. Tehát ugye maga a demokrácia, mint ugye egy döntéshozatali mechanizmus, aminek ugye a lényege, hogy hogy minél nagyobb társadalmi támogatottsággal jelöljük ki az új irányt. Na most ez egyszer sérül akkor, amikor a politikusok bevonulnak ezekbe a úgynevezett füstös szobákba, bár szerintem az olyan röhely, mert már ugye sehol nem lehet benne dohányozni, tehát mert ugye <coughs> igazán jó füstös szoba sincsen. Egyébként valószínűleg ez okozta az MSZP-nek amúgy a vesztét, mert ott, ott még megvoltak ezek az öreg ilyen old school socik, tudnak, akik így, egy ilyen füstös szoba nélkül nem tudtak megállapodni. Ez már meg... nem az MSZP, amit én <coughs> szerettem, de még lehet benne bagózni. Ezt, én Igen, ég, marad azt, marad az, én, már nem szólok bele, csak cigizgetek. <coughs> Na, tehát egyszerűen sérül akkor, amikor már ugye a, az embereket kiadják az ezekből a döntéshozatalokból és akkor ilyen füstös szobákban összehozott pártalkuk alapján próbálják itt a, a politizálást csinálni. De ezek még mindig legalább pártok, tehát ugye, ugye politizálás, tehát ők nyíltan politizálás végeznek, vagy politikai tevékenységet végeznek, de jött a második deficitkör, Márki Zaj Péter, aki azt mondja, hogy ő bizony el akarja érni ezekben a füstös szobákban még, hogy olyan embereket vigyen föl a listán fix befutó helyre, akiknek nincs támogat, társadalmi támogatottsága. És ugye itt hozza azt, hogy, hogy a civileket. És ezt úgy mondja a civilek, hogy na ezek azok, ezek vagytok ti emberek, <laughs> tudod, mi vagyunk itt a politikai elitdesis, és akkor ők ők, 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 vagytok ti, tehát ti is itt vagytok, és hogy így álljunk már meg öreg egy picit, ézé lángzám szóval, hogy itt a, a képviselők azok, akik minket képviselnek. Tehát itt, itt, nem kell, ez nem egy két kamarás parlament, hogy beszéltünk, tehát itt, 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 nem kellenek még egyéb civilek. Tehát te vagy az a civil, azért vagy civil, mert hogy alapból egy közgazdász vagy, akit most beültetünk, és azt, és azt mondjuk, hogy akkor te most nem tudom, én képviselél engem, mert ugye ez nem egy, nem egy ilyen kifejezett szakma. És, és, ö, és ugye a másik meg, amikor előjönnek ezekkel, hogy, hogy ö, nincs elég roma politikus, ő roma kvótával akar bevinni három képviselőt. Na most én azt gondolom, hogy az egy érvényes dolog, hogy, hogy beszéljünk arról, és azt gondolom, hogy szociológusoknak erre el kell gondolkozni, hogy miért nincsenek roma politikusok a parlamentben. De ennek nem az a megoldása, hogy akkor Márk Péter vízbe. <laughs> tehát, hogy értjük, hogy... hogy... Ilyen megbízható roma politikusokat, akiket régről ismer, és tudja, hogy nem lesz velük. Igen, tehát hogy, tehát, hogy, én azt gondolom, hogy valahol ugyanaz a, ez a fajta megközelítés, ez a, ez a roma közösségnek egy, egy eszméletlen ilyen, ilyen, ilyen nagylóról való megítélése, az, hogy, 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 egyszerűen nem adja meg nekik azt a jogot, hogy felnőttként kezeljük, és, és, és való, a valódi egyenlőség az pont az lenne, hogy azt mondjuk, hogy hát gyerekek, hát az nem, nem téma, hogy te egy roma politikus vagy, hát te egy karizmatikus ember vagy a közösség. Egy helyi vezető, egy közösségi vezető, és ezért vagy ott, ahol nem azért, mert téged kijöltek, de valahol ugyanez volt egyébként az összes kvótázás, tehát ugyanez volt Amerikában, a feketékre, egyetlen. ugyanez volt a nőkre, hogy na most akkor két férfit elbocsátunk, azért, mert most kell ide. Ugyanez van a multi cégeknél, hogyha megnézed. Tehát, hogy szerintem ez annak is rossz, akit azért nem léptetnek elő, mert mondjuk a kvótán túl van, mert mondjuk férfi, mert mondjuk fehér férfi, mert mondjuk akármicsoda, és annak is rossz, hogy nem, aki azért, mert úgy ő is érzi, hogy hát én még csak két éve dolgozok, itt így nem biztos, hogy nekem kéne itt a globális beszerzési igazgatónak lenni, mert amúgy nem tudom, portásnak vettek föl, vagy teljesen mindegy, minek, és hogy nem, nem ne értem még el azt a szintet, és szerintem egyébként ez a teljesítményükre is rányomja a bélyegét, meg az egész megítélésükre, hogy saját magát látja, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy föl is az, hogy milyen a jó főnök, meg, meg mi egymás, hiszen nem tudja úgy érvényesíteni az akaratát, mert folyamatban kisebbség komplexusra fog küzdeni. Hát igen, meg ez alapvetően, ha megnézed, ez egy ilyen béna, ilyen társadalom mérnökösködés. És ö, ö, igazából most ö, ö, biztos, hogy megvannak azok a, a azok a ö, ilyen egyéni szereplők, akik mondjuk a, bekerül egy ilyen kvótával mondjuk a multicégnek a vezetőségébe, és ő a saját szempontjából, ő ott jól fogja magát érezni, és karrierista, és igazából nem fogja érdekelni a gyerekeknek, miért van itt helyen valójában, de nagyon fontos, hogy ö, ugye ezekben az emberekben semmiféle társadalmi vállalás nincsen, aki ebbe, ezt, ne, aki ezt ö, jónak tartja. Na most, ö, na most azért, ha bele, belegondolsz, a, ez a fajta felvetés, hogy ilyen kvóta alapján ö, helyezzünk be embereket, ez mégiscsak egy társadalmi gesztus egy, ö, egy, ö, egy valós problémára, viszont nem biztos, hogy ugye jól fogjuk, me jól fogjuk ezt meg, de az nem, egy, az nem egy egészséges helyzetet alakít ki, hogy a társadalom gyakorol egy gesztust, ha már egy, egy olyan társadalomba gondolkozunk, ami gyakorol gesztusokat, és ezek után ennek majd lesz egy ilyen egy per egy haszonélvezője, és most gondolj bele, tehát valahol ezek felzárkóztatási kérdések. Tehát akkor ne azt gondolom, hogy te nem tudom, el elvárható lehetne az is, hogy akkor mondjuk ez a személy, akit te de kiemelsz ilyen társadalmasságot mérnökként, akkor nem tudom, hogy akkor az ő ö, közösségét ö, hogy fogja, nem tudom, támogatni, visszasegíteni, a felzárkózását ö, erősíteni. Ugye amíg ezek nincsenek meg, addig én azt gondolom, hogy hogy ugyanúgy, és ebből is ö, én azt szülem le, hogy, hogy Márkizaj Péter alapvetően egy baloldali politikus, hogy ez igazából egy szabadatokért zajló, egyszerű bluff. És semmi több, tehát Az, a nincs egy, jó hangzó, egy, jó hangzó, egy jó hangzó nagy mondat volt, viszont ezekkel a jó hangzó nagy mondatokkal egyébként mások is játszanak, meg mások is vannak, akik hasonlóképpen élvezik ezeket. Ugyanis elkezdődött ismét a, a parlamenti uh, időszak, és ugye van egy, van egy, én tényleg sajnálom volna ezt a Jakab Pétert, és hogy neki nem szóltak, hogy vége van. Megint tegnap is bement. Vagy tegnap előtt már nem is emlékszem mikor. Bement, és azt mondta, fölállt beszélni, és széttépte a kétharmados törvényeket, ott tényleg az egy, hát ez egy cirkuszi jelenet, ez nagyon tetszett, széttépte a kétharmados törvényeket, és mondta, hogy a kétharmados törvényeket megsemmisítjük, és ugye ezt mutatta is, hogy mindenki el tudja képzelni, ez Majd, hogy lesz. Illetve... Bár, bocsánat, csak mint színházi emberek, akkor az a paksa az, az egy kellék volt. Az egy kellék volt, az egy kellék, e és akkor, az egy kellék bocsán, volt. Bocsánat, de ezt nem tudom, egyszerűen elemez már ki, hogy milyen volt a viszonya a kellékkel. Eszméletlen. eszméletlen élő, nagyon élő, élő volt. volt Látszott az, hogy ez a papír kívánja, hogy ott szaggassa meg. És a lényeg az, hogy ezt majd még hozzátettem, mert éreztem már ő is, hogy így, így, ez, még, ez már nem elég nagy, hogy Pólt Péter börtönbe megy és kész, punktum, és is állt a Polt Péter. Hát így oh, egy ember, aki negyedik lett a miniszterelnök jelölti előválasztáson, hogy börtönbe küld engem. De jó ég. De, de, most, de most gondolj bele, hogy milyen, think -tank lehet így, a, így a, a Jakab Péter mögött, hogy tudod így, e, eddig csúcsra ezt, hogy na, legnagyobb kell mondani, és ezzel majd besétálsz így valahova. Majd ezzel nem sikerült megcsinálni sehova, majd így leültek, és azt mondták, hogy te figyelj, miután a megmérettetés véget ért, mi legyen? toljuk tovább. De, így? De, miért, Péter, miért? És akkor lehet, hogy valójában neki ez esik jó, vagy ez ő, és akkor, és akkor té tényleg... De nem, egy... így el tudom hogy így így hogy erről a vonatról már nem lehet leszállni. Ez én is érzem. Tehát itt már nem lehet visszamenni Rajta a kultúrát a konszolidált irányba, mert engem megesznek. Az, ez már végig És tényleg pák, végig viszi. Igen, nem tudom. Egyébként hogy nem lepődnek meg, hogy egy pár hónap múlva így a, a Csernus Imrével sétálgatnának lipót. <coughs> hogy, 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 Imre nem tudok erről lejönni, bármi van érde, szitkozódom. <coughs> Visszatérve egy kicsit erre a két parlamentre, amit, amit mondtál meg azt, hogy itt majd a, az értelmiség meghatározza, hogy mi a jó a a, a, többségnek, vagy legalábbis az embereknek, hogy ugye erre már ezerszer elmondtuk, volt például, úgy hívták, hogy ez ez, hát annyira nem kívánták az emberek, szépen leépült. Viszont én azt látom, hogy a, a baloldali sajtómunkások előszeretettel erre megint fölültek. Tehát itt csak az elmúlt időszakból néhány Ö, ilyen cikk, meg akármi, azt hiszem ez a húj jelent meg, hogy Márki Péter, az új világ néppárt frakció lehet a szellemi otthon majd az új parlamentbe. De jó! De jó! De jó, Péterem, olyan jó, de... hogy itt megszállsz minket egy kis, egy kis észszel. Hát, hogy ez egy, ez, egy, ilyen nagyon picik is valami lesz, ez már eldőlt, hiszen ugye mindannyian tudjuk, hogy a, az egyéni VK helyek, azok le vannak osztva. Ott, ott már nem lesz új néppártos senki sem, meg mi egymás. Igen. És csak ez egy, ez egy nagyon picik is frakció, ez ami tényleg olyan, mint egy otthon, ilyen kis aranyos, kis kuckós, ilyen. így Te négyen vagyunk, hányan kell a rakciót. Húz, a húznak, <síns> Megint magam van. <síns> Jaj, Secret Santa, de jó! <síns> és... Négyen vagy heten ott ajándékozzák körbe, egyben, tehát ilyen tekintetben ez tényleg egy otthon lesz nekik. Tehát, de, de, meg, meg, de meg tehát így me megint vissza kanyarod egy picit arra, ugye, hogy már megint egy olyan, olyan csoport akarnak bevinni, és politikai hatalomhoz juttatni, aminek nincs egyszerűen társadalmi támogatottsága, de ez most teljesen. A párbeszédnek sincsen, tehát ezzel lendülj már tovább. tehát ez Igen. már régen mindenki meghaladta. Tényleg úgy gondolkodó, mint mindenki 2010-ben. Halló! Ja, 21 tudom, van. Azért vagyok meg minden. Ég. De, hogy, de hogy. tehát új világnéppárt, tehát van egy figura, ez a pálinkás úr, Akiről azt kell tudni, hogy ő tényleg annyira nagyokosnak tartja magát, hogy a saját helyzetét annyira nem tudta egy térben és időben elhelyezni, hogy ő hogy tényleg nem bírta összeszedni azt a néhány aláírást ehhez a gyúcsányi színjátékhoz. Tehát e, e, ennyit nem tudott megítélni, hogy ő erre képtelen. De azt mondja, semmi baj, semmi baj megyünk tovább, megyünk tovább, majd lesz valahol igény ránk, tudod, ahol majd mondunk nagy hülyeségeket, érted, ahol majd mondunk ilyen, ilyen nagyon jól hangzott, tudod, hogy kicsit ide is mondunk, kicsit oda is, ez majd kicsit külön ilyen náluk, is, olyan náluk is. néha azt gondolom egyébként, hogy, hogy azt hiszik, hogy ami az emberek között nem működik, mert nem, nem veszik át üzenetet, azt onnantól kezdve már átfogják, hogy ők bekerülnek a parlamentbe. Hát mert akkor a parlamentből mondják, Igen, de annak már lesz létjogosultsága. És tudod, ezek az ezek állandó ilyen nagy hogy tudom, amikor itt győz a Fidesz, és akkor elmondják, hogy ja, hát jó, mondjuk nem meglepő, amelyen sutyok az emberek. Tehát nem meglepő, hogy ezt is Igen, és akkor igen, egy és ember szed, várjál, ez, ez ezzel, hoznék egy párhuzamot, mert pont ez is egy. Mert te... ugye ez egy párhuzamos valóság? Nagyon jó, fú, ez nagyon jó volt. Tehát ez tény... Á, volt. Ez, tényleg... ez mindig ez Ez mindig az volt. Ez, ez, ez a, a szint alatti kategória, amit tényleg hozom. Már múlt héten is át kellett szóljak, de ez most már tényleg. Na, volt egy ilyen a, a g 7 Most vagy... Gépezek is egyébként. Szégyenkezek ezért rossz folyén. Na, tehát volt ez a G7, vagy valamilyen hasonló hírportál, aki megírta azt, hogy hát a Márkizaj Péter szavazóinak nagy része az a, az, a, az, az inkább a műveltebb, az intelligensebb, a, a szellemi foglalkozást űző, az akármi. Ez egy, ez egy kijelentés, vagy így, vagy, nem, és hozzáértek, hogy de csinyán kell bánni a számokkal. Hát, öreg, ez a baloldalnak nem sikerült soha, tehát adjuk ezt a békén. Lényeg, hogy csinyán kell bánni a számokkal. Közben, meg ugye mindig elmondják, hogy na a Fidesz az csak abból szerzi meg a, a kormányzati pozíciót, hogy a jó sok ostoba, buta, elnyomott, rabszolgasorba tartott embert jó elbutítja, stb. Na, ez is egy állítás? Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. És akkor emellé... vagy pont ahogy rád nézek, amúgy ez egy kicsit igaz. <laughs> És emellé jön be az, amikor az egészet megkavarják, amikor azt mondják, hogy hát a kormány ezekkel a családpolitikával, adópolitikával, bármilyen politikával, a nem létező középosztályt akarja segíteni. Öreg, tehát nem segítesz olyat, aki nem fog rád szavazni, vagy akit segítesz, az olyan fura, hogy nem szavaz rá, de ezt még elhiszem, mert az ember ilyen alapvetően... De, 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 de nem szerem. gondolj bele, hogy ő azt mondja, hogy nem, nem létezőket célozza meg, de közben ö, két évvel ezelőtt, na, na, ezek azok, akik emiatt már megvásárolták őket. Tudod, mer... azok szavaztak, így van. Tehát ez folyamatos, és így most már tényleg szerintem így ne elemezzük ezeket a, ezeket a választói táborokat. Ezt így hagyjuk. Tehát Igen. egész egyszerűen egy, egyébként... van ilyen, van olyan. Tehát ezekbe fölösleges belemenni, ezt méregethetitek napestig, de ez bárhogy nézzük, ez béna lesz. Egyébként a, a, nemrég néztem egy ilyen beszélgető műsort a egy ellenzéki hírportálon hogy csak, hogy ilyen tényeket tudok. Jó, <laughs> most titokzatos vagy. Igen, most titokzatos, titokzatos, vagyok. És pont ebből a, egy, 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 ilyen nagy okos, tehát aki az elmondások alapján azt gondolom, hogy már már Zaj Péter. Tudod, ez az első fordulóban a Recsony másik fordulóban a Bot Péter Ákos, de ő nem volt rajta, ezért Márki Zaj, már Pi. is e, 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 csak mondanám, hogy egyébként országban itt úgy hívnák, hogy Pjötr. <laughs> <gül> <gül> ez a fejtágító rovatunk, kellene egy ilyen pár ez, igen, bele. Ez ezt, le, lehet gyakorolni. Na, de, hogy, miről, de, hogy miről is beszéltünk, mert elfelejtettem, <laughs> mit akartam mondani. Azt akartad mondani, hogy a néztél az ellenzék igen, ja, igen, 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 hogy, hogy, pont, ez, hogy ugye, hogy a, a Fideszre szavaznak ugye a mucsaiak, a sutyók, tényleg akiket egy zsákrumplér meg lehet venni, és hát sajnos olyan szűk az a, az, a igazán gondolkodó réteg, az a, inkább úgy mondanám, aki, a, a politika az inkább mint műértő fordul, hm. és ugye ezért ezért, 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 sikerült már ugye háromszor kétharmadan nyerni a Fidesznek, és azt mondja az egyik elemző, hogy igen, az a baj, na az nagyon nagy baj, hogy Magyarországon a választók nem az elvek szerint szavaznak, hanem a pénztárcájuk szerint. Na most álljunk meg egy picit. Tehát, először is. E, igen, tehát e, az biztos, hogy. E, tehát 2010-ben nem azért jött egy nagy fordulat, mert munkásörből hirtelen mindenki polgári konzervatív lett, hanem mert, hogy egyszerűen e, vitatatlan, hogy mindenki sokkal jobban él, van egy stabilitás, e, egyszerűen Jobb ma Magyarországon élni, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Jó, én azt hiszem, hogy a saját helyzetet kivetíted a társadalomra. Ö, Tehát az igen. látszik, hogy te jobban néz, hogyha megnézzük a 2016-os fotóidat, ott még egy slang, kicsit szánnivaló figura néznek. Most viszont egy ilyen kedves barack. Kedves barack, hát igen. Hát egy ilyen szép, azért még mindig jobb, mint azt mondod, hogy egy dinnye. De az milyen, milyen ilyen deon lett volna egy, egy Na várj egy pillanatra, csak mielőtt itt tényleg itt elmondod, hogy, hogy, mi meg hogy változott, azelőtt egy picit térjünk vissza erre, erre a magas lóra, mert, szerintem itt még azért születtek az elmúlt napok olyan cikkek, amit, amit, amit legalább a címét meg kell nézni. Köszönöm vagyok hajlandó. 444, Márkizaj Péter és az intellektuelek forradalma. az intellektuelek forradalma. Az intellektuelek azok sok esetben nem forradalmárkodnak, hanem ülnek otthon bezárt ajtónál, az bíznak benne, hogy majd jó főborul itt a rendszer, és ezzel csak valahogy fölülre kerülnek. Nincs ilyen, hogy intellektuelek forradalma. igen, de egyébként amúgy, hogy te megnézed, hogy a, Márkizaj Péternek volt ez a, a eredmény váróján egy ilyen elhíresült figura, aki elmondta, hogy nem ért legyen a márkizaját, de hogy ezt a nem tudom milyen rendszert, ezt már mindenki googliz, aki már elég, elég csúnyákat mondta bácsi, ezt abszolút így sárba, kell tiporni, hogy egyébként tehát így, így, abszolút a, a márkizaj Péternek a hangulata, az ez a teljes ilyen ilyen, 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 kommunista, ilyen bolsevik hatalom átvétel, tehát hogy, hogy ő, ez az intellektuelek forradalma, ez, ez abszolút ez a, ez a kommunista a ércsapat hangulat. Tehát, hogy, ő, hogy, gyertek proletárok, mi vagyunk a legokosabbak, de most úgy oda szunk, <laughs> hogy mindenki, csak, mindenki csak úgy nézelődni fog, de mindegy, és egyébként tovább vitték ezt a dolgot, mert én egyébként azt sem értem napok óta, és ez tényleg itt a kicsit a, jobb jobboldali médiát nem számon kérve, ha lehet egy ilyen szerény nézettségű podcastből számon kérni bárkit is. Tehát, hogy alapvetően a Mondiner mostanában szemlézi a Just Lászlót. De most bocsánat, de, most, de ki bár... az a Júz László? De, várjál, de mert a, kit akartam... Kert... az a Júz László? De térjünk már bárja, vissza, ez... Azt akartam kérdezni, hogy most, amikor a, a, a kis nézettségűre gondoltál, a podcastunkra gondoltam, mi van dinner. nem <laughs> tudtam, hogy... <laughs> Igen, de ezt mindenki döntse el maga. De hát a lényeg az, hogy akkor ez a Mondi, Szemlézi a Júz Lászlót. Érted? Tehát, hogy ez mi volt? A legutóbb a volt, vagy nem tudom. Én bízom benne, hogy lesz valami nagy robbanás, hogy kiderül, hogy ez egyébként a Márki Péternek a szellemi vezető, és azért nevetünk rajta ilyen sokat. Mert ez ilyen, ilyen szürreális dolgokat mond, de kit érdekel? Hát, na jó, de most figyelj, ez pont ugyanez, amiről beszélgetünk múltkor, hogy, hogy a, a... Van egy figura, a betölt egy pozíciót, ilyen közepesen, ilyen szállnivaló meg sikerten, majd onnan kiveszik, így eltelik egy pár év, és onnantól már, hát Jusz László mondta. Hát ezt a Juss László mondta, hát... És akkor ez ilyen, hát ezt a jó van, öreked, hát akkor is érdekelt, amikor ott volt és mondta, de hogy most aztán végképp, viszont egyébként egy, egy eszméletlen szép, azt gondolom, hogy ilyen sajtótörténeti pillanatot élhettünk át, amikor az előválasztás után Márki Péter bement az ATV stúdiójába, és elkezdte mondani az érvelését, hogy ugye miket fog csinálni, ugye feles többséggel nem, alkotmányoz, meg nem tudom, micsoda. És elmondta ugyanazt, gyerekek, mint a berakták volna Dobrev Klára magyar hangja, Márkizaj Piltr lengyelül. Igen, és beregne, elkezdett és az aki, hogy a nagyon komoly szakemberek, Flex, Flex És komolyan mondom, amikor meghallottam ezt a Flex Zoltán, hát komolyan mondom, hogy tényleg mindent így kilízingelnek az apró villából, gyerekek. Tehát, Flex is így odaadta magát. Azért Zoli bátyám tényleg azért te még egy igazi tisztes, ilyen gerinces bolsevik vagy. Tehát azért, azért te ne add ilyen könnyen már magad. De el tudod a Flex Zoltánnak a szegény édesanyán, a sokik is így, én csak egyszer beszéltem valakivel telefonon, miért kell engem emlegetni tényleg, az ját nagyon komoly szakemre, ilyen Vörös Imre, Flex Zoltán, meg még apámnak ilyen idős haverjai. Régi idős Igen. akik mióta én gyerek vagyok, azóta nyugdíjas. Igen, de hát azért komoly állampárti múltan rendelkeznek azért, tehát azért tudják, hogy hogy ők, kell igazgatni. De, a, ők beleláttak ők látták, hogy merre megy az arra, érted? Na és egy kicsit a végén még a fegyőr bandító még akkor jártak Kínába, amikor nem volt még az ilyen szabados. Tehát az, az a bajuk, bajuk Kínába, hogy már nagyon szabados, tudod, nem olyanok ám, mint azért az Mao a nagy tanító, az volt ám a valami? Na egy kicsit térjünk így a végére vissza a fegyőr barátodhoz, mert nem akartam elmenni mellette úgyhogy... Nem akartam ezt a műsort úgy, hogy ne, hogy ne beszéljünk róla, mert egész egyszerűen így, és szerintem te ezt valahol egyébként igényled is. És meg is jelent róla egy nagyon jó cikk, amikor azt mondta, hogy, vagy hát kicsit így megdöbbent, hogy a Márkizaj Péterrel és a Karácsony Gergővel közös sajtótájékoztatója, hát rengeteg fiatal megjelent. Hát rengeteg fiatal. Szerintem. Ő, a 21. század pártja, a fiatalok pártja. Azt így megállt így a pódiumon, és azt mondta, hogy ezek a fiatalok. Én Én nem érzés, nem. Érzés, ezek voltak, nem is járnak. De állítólag az összesnek be is mutatkozott. <laughs> hát rengeteg volt, komolyan, mert eljött egy osztály. <laughs> Egy, 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 szegény bajai osztály találkozott, csak így át akartak menni, tudod, a Kossuth az oda ment egy kis mert egy kis képernyő idejére. Egy fiatalos! Szelfi. Egy Á, nem köszönjük, egy szelfi, egy gombóc vagy ilyen. De, hát, ugye emlékezz vissza, amikor még a előválasztás első fordulóján, ö, hát ugye elindultak a, a, elindult a választás, hát így végignézett a sorokon, ugye elfegyörbándítasz, és akkor már, ő már érezte, öregek, ez nem az, amire én számítottam, tehát azért nem átlag az oktatás továbbra is, vagy továbbra sem. És, és kiírt egy olyan, egy, egy, egy olyan videót, tett közzé, aminek a fejlécén ott volt, hogy hol vagytok fiatalok. És tudod, ez, ez a tipikus, tudod, amikor így. Ja, nem szoktak, hogy elmarad a buli. Ott vagy egyedül egy ilyen teremben. Ö, ja, nem baj, de azért iszom egy kólát. Itt iszom egy kólát, addig végignézem, kicsit olyan, mintha lennének barátok. Na jó, van, most már megyek, sziasztok! Senkem köszönöm, hogy nincs egy kis bentül kidobó, így néz, hogy hát ez elég furi, alatt tényleg így apádat fölhívjuk, hogy gyere, jól vagy, vagy egy minden oké. sok-sok csasiságot csinálsz. Még a CNN interjúra egy kicsit is személyen ja. Szóval méltatlanul keveset beszéltünk még Márki Zaj Piotr vagy, mert tényleg mindenki tanulja meg, hogy adott a, a CNN-nek egy interjút, és... Hát ö, gyakorlatilag a teljes ö, ö, ellenzéki propaganda gépezet, ö, hát nem is tudom, tehát ö, mondjuk úgy, hogy legfinomabb szó, szóval hogy megkönnyebbült, és ö, hát tényleg nagyon jól, jól esett nézni, ahogy ez a délceg fiatal csillogó szemű messiás ö, nagyon komoly dolgokat mond. És ö, ilyeneket mond Márkizaj Péter, hogy ö, például a sajtószabadság helyzete az nagyon irigylésre méltó Amerikában, és hát így, meg úgy, meg amúgy, és így Péter. Tehát, tehát az azért álljunk már meg egy pillanatot. Tehát te pont annak a CNN-nek adsz ö, interjút, ami ugye tehát nyíltan lebukott, és ezt ugye nem is tudták cáfolni, hogy ők Donald Trump megbuktatásában és Biden hatalom segítésében ők konkrétan kampányeszközként működtek. Tehát ez, ne, ez nem egy, ez nem egy összeesküvés elmélet, ez egy olyan bizonyított tény, amit nem is akartak cáfolni. Tehát, hogy komolyan mondom, hogy így, így, így az ember esze meg hogy, hogy, és akkor eljátszuk ezt a, ezt, ezt a színdarabot, és nekem az, ez, az egész egy kicsit ilyen félelmetes. Tehát, hogy, hogy, ezt sokan tudjátok rólam, de én nézem a Homeland-et. <laughs> és ugye a Homeland-ben az egyik nagy főtétel, hogy így nincsenek véletlenek. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag minden valahogy, me, valahogy, megvan komponálva, és akkor nekem az annyira ilyen furázza az amerikai szár nekem ebben a markizai Piotrunél, hogy, ö, ö, tehát, hogy miért fontos a, mondjuk a CNN-nek, hogy ő most kampányeszközként működjön, gyakorlatilag ugye nálunk is. Mert most pont, úgy, pontosan ugye ezt csinálja. És a másik érdekes ö, arc, szerintem úgy pont már Márkizának ez a kampányfőnöke, akit az er a nagygyűlésén csak úgy mutatott be, vagy úgy utalt rá, mint a többen úgy ismerik, hogy a kövér kis kínai. Amúgy ezt nem is értettem, hogy ez fér mondta. <laughs> ezt mondta róla. <laughs> ezt mondta. Jézusom. De, de ezt, ezt tényleg, ezt ithagyom, ez, tényleg, itt hagyom, mert ez nagyon vicces volt. Hogy lehet valaki azt mondani, hogy a kövér kis kínai? <laughs> nem tudom, de tényleg ezt mondta az öreg Peter, és, és, akkor ugye most megnéztem az a partizános interjút is ezzel a figurával, és akkor tudod, így elmondják, hogy hogy igen, ja, amúgy elmondta Márkizaj Péter, hogy egy olyan munkát hagyott ott Floridában a, a figura, ak, ahol óránként 150 dollárt keresett, eszméletlen nagy király, és ingyen és bérmentve hazaköltözött most Magyarországra, hogy Márkizaj Pétert, akit egyébként korábban ő nem is ismert, hogy az ő kampányát fölépítse. És akkor így, tehát hogy így ismerve, így téged... <laughs> hogy semmi nincs ingyen, ugye? De hogy, 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 tényleg, hogy, hogy, ezeket az ilyen, ilyen meseszerű történéseket, így, így ezeket is szétet, mennyire lehet komolyan venni? Tehát, hogy, hogy ki tehát, az, hogy ki tényleg belelátod ez... itt az amerikai szállat, az amerikai titkosszolgálati szállat. Nem, nem az amerikai gyakorlatilag én... különböző összeesküvés elméleteket raktálod, amiket elég jól alátámasztasz, és egyébként nem is hiszük róla, hogy összeesküvés elmélet? Ö, de... Még én nem is akarom, nem is akarom mert, mert ugye azt a Homelandből tudom, hogy itt nem feltétlenül mindig az amerikai titkos szolgálat. Van, hogy ezek így közösen csinálják, de, hogy, azt gondolom, hogy nekem ez a, ez a messziről jött ember azt mond, amit igaz, ugye? ugye? Szólások és közmondások kis szerencét kinyitottam, de, de nekem legalábbis fura. És mindenki most nem tudom, így azért kérdezek téged, hogy ez egy ilyen beszélgetés, elmondtam véleményem, és hát, hogy te figyelj, mit szerintem én, én azt gondolom, hogy ami a ami az elmúlt időszakban történt, tehát azért voltak itt a, itt a Partizánon is megjelentek olyan videók, amik egyértelműen ö, titkosszolgálti eszközökkel lettek fölvéve, mert mindenkit itt szeretnék megüntetni, nem minden az átlátszó.hu fotósa van ott, tehát hogy Milánó, Bari, Bári, Bári, és Montenegro között, tehát ő, ez nem egy villámlépti fotós, aki mindenhol így, így rohangál. Tehát én azt gondolom, hogy lehet emögött az is, meg ugye ő volt Kin Amerikába is, meg, meg, meg ott találkozott is elvileg még a kézzolival mentek ki kettem, és találkozott ezzel, azzal, amazzal. Ugye erről se tudunk sokat, hazajön az amerikai reklámszakember. Én kíváncsi leszek. Tehát én azt gondolom, hogy ezért azért a kampányában ennek látszódnia kell, hogy itt mennyire, mennyire, van itt neki egyébként külső segítsége, mind anyagilag, mind egyébként gondolatiságba, mert, mert aranyosak ezek, amit a baloldali sajtó felvetett, hogy gyakorlatilag ezt a kampányt hogy a családjával nyerte meg, mert ennyi gyerekkel amúgy könnyű szórólapozni is. Tehát, igen, általában már nevezték az ember 3 is, de mindenhol odaérnek, de de azért, azért szerintem ez még fog sok izgalmat tartogatni itt az elkövetkező időszakban. És azt gondolom, hogy ez még nekünk is fog témához szolgálni. A jövőben. Ma pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok, egy hét múlva találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!